legfontosabbat megcsináltunk, tovább léptünk, szép sok góllal, de teljes mértékben nem lennék megelégedve, mert voltak időszakok, amikor úgymond abba hagytunk futballozni, ami nem szabadott volna csinálnunk, de ez egy kemény beszélgetés volt bent az öltözőben a srácokkal, ez nem az én karakterem, nem szeretem ilyen dolgokat, aztán átelemezzünk, remélem megérték, hogy pont amikor már 3-0-ra vezetsz, az az ide a legjobban, hogy elkezd futballozni, hogy élvezd a játékot, mert erről beszélünk folyamatosan az edzéseken, a mérkőzéseken, hogy élvezni kell a futballt, mert ha élvezni fognak a futballt, akkor a szurkolók is fognak élvezni a futballt. Ezért mondom, hogy az eredmény nem rossz, tovább jutottunk, de még sok munka van előttünk, és ezeket el kell távolni minden legrövidebb időben, mert kemény mérkőzések vannak előttünk, és a következő ellenfélek nem fognak megbocsájtani minket ezeket a hibákat. Igazából nem a kapott gólt, hanem a maga a játék tartalom és mentalitás a csapatnak, nem szabad abba hagyni futbolzni 3-0 után már 15. percben. Szóval megmutattam nekik fél időben is, hogy nézett ki az oldalról, látták, megint bekapcsolódtak a másik fél időben, megint gólt tudtak szerezni, jobbak voltak, utána megint megálltak. Szóval nem nekem kell hajtani oldalról őket, hanem nekik kell élvezni ezt a játékot. Hát adódik a mérkőzés, itt a legnagyobb lehetőséget, hogy tudjanak csiszolni a támadó játékokat, de nyilván nem szabad elfeledkezni természetesen a védekezés sorosan. Most letrendetted őket a meccs után egyből? Igen. Igen, már nem tetszett, ezek a dolgok nem tetszenek, és ezeket kell javítanunk ahhoz, hogy jobbak lehessünk a következő hétre. Még egy kérdés, a megsérült azon fél veszélye? Francsó. Röviden Francsó, igen. Mennyire súlyos a sérülés, és mi a baj? Úgy néz ki, hogy súlyos a sérülés, izomszakadás, részleges izomszakadása van. Nyilván pontosabban fogunk tudni, amikor megcsinálunk az MRI vizsgálatot, és érteni fogunk, de az első ránézésre az egy több hetes kihagyásra vár. Fontos játékos lenne a csapatban, ezért szeretnénk minden hamarabb őt beépíteni, mert nemrég érkezett, de látszik, hogy jó kvalitású játékos, ami nem csak a miskolci szurkolókat fog hozni, örvendséget mondjuk úgy, hanem az egész magyar futballt szerintem szurkolóknak tudja hozni ezeket a pillanatokat, mert futball szempontból a Real Madrid akadémián tanult, nagyon érti a futballt, jó megmozgásai vannak, jó a kivitelezése, szóval. De amúgy igazából nagyon sok játékosunkra ezt vonatkozik, csak nem tetszett az a csapatjáték egészbe. Ezen kell még sokat fejlődnünk ahhoz, hogy tudjunk teljesíteni első és 95. percig folyamatos legyen ez a játék.